Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, ez pedig a mai adásunk Somkuti Bárin biztonságpolitikai szakértő hat az MCC geopolitikai műhelyének elemzőjével szervusz Bárint köszöntünk a műsorban. Pálinkás, jó reggelt kívánok mindenkinek pálinka nélkül. Azon gondolkozom már egy ideje, és a britán is elsőttem ezt a poént, hogy innentől kezdve a titulusom csak simán csak Bálint, és akkor mindenki tudja, gondolja hozzá többit. Somkoti Bálint Bálint. Azt mondhatod, hogy pálinkás jó reggelt, pálinka nélkül, hát szerintem a brit konzervatívoknak nem olyan pálinkás most a hangulata. Erről is beszélünk, azonnal előtt azonban arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Megvan a 181 feliratkozónk és amit nagyon köszönünk, úgyhogy szeretnénk előre menni, és nem hátra, hogy ilyen politikai szlogenekkel éljünk. Hát a konzervatívok viszont most úgy tűnik, hogy nem előre mentek. Tegnap voltak a brit választások, és vannak előzetes eredmények, ami a Alapján azt lehet látni, hogy a munkáspárt óriásit nyert a július 4-i parlamenti választásokon. Mi az, amit tudunk, illetve te? hogyan értékeled ezeket a mostani eredményeket. Csak bocsánat, annyit bemondanék, hogy a exit polok alapján az eddigi eredmények szerint úgy nézhetnek ki az eredmények, hogy a munkáspárt 407 mandátumot szerezhet, a konzervatív párt 112-t, a liberális demokraták 68-at, a skót nemzeti párt 8 mandátumot, és onnantól a kis pártok ilyen 6-3-4-1 mandátumot szerezhetnek. Kezdjük azzal, hogy brit szempontból július 4-én választást tartani, hát nem tudom. az amerikai függetlenség napján. Az amerikai függetlenség napja, de hát ugye az amerikaiak a britektől szakadtak el. Tehát egy brit konzervatívként július 4-ét kitűzni választási napnak, szerintem az, az olyan, mint Oroszországot megtanulni június 22-én. Tehát nem jött be Napóleonnak, nem jött be Hitlernek, harmadikosra fog sikerülni. Tehát ez egy ilyen történet. A másik ilyen sztori, ami, ami, eszembe jutott, az az, hogy ugyan a kis pártok közé is a, a Farage-féle függetlenségi pártot, most azt hiszem reform párt, hogy hogy hívják őket, de azzal, hogy Nigel Farage is megnyerte, sőt, nem csak ő, hanem több másik képviselőjelölt is a jelek bejut a parlamentbe az őszínébe, azt mutatja, hogy az a folyamat, ami megindult Európában, ahol a radikálisnak mondott valójában hagyományos értékeket képviselő konzervatív pártok visszakerülnek a politikai mainstreambe, az megindult nagy britanniában is. Még egy dolgot érdemes kihangsúlyozni, hogy gyakorlatilag a, a, brit konzervatív párt már nagyon jó ideje, nagyon komoly vezetési válsággal küzdött és küzd is. Ugye gondoljunk csak Liz Truss-ra, aki összesen 44 napig bírt miniszterelnök lenni, vagy arra, hogy David cameron aki konkrétan kivezette a Nagy-Britanniát az Európai Unióból, azt vissza kellett hozni külügyminiszterként. Tehát ha nem is tudom, melyik újságban olvastam egy nagyon frappás összefoglalót azzal kapcsolatban, hogy miért lehetett egy indiai származású uh, miniszterelnöke a brit konzervatív pártnak, ezért is egyszerűen mindenki politikai halált halt előtte a sorban. Tehát innentől kezdve igazából az elsődleges kérdés az az, hogy mi történik a brit konzervatív pártban, hogy egy ilyen szinten mondjuk ki alkalmatlan uh, társaság kezébe került. A másik pedig az, hogy mit fog, mihez fog kezdeni a brit munkáspárt ezzel az óriási győzelemmel, amely több mint kétharmados egyébként, ha már a számokat nézzük. Üh, igazából az alapvető gondot az fogja jelenteni, hogy az embereknek sok mindenből elegük van, ezekre többek között a migrációból is egyébként, ezekre a brit konzervatívok nem tudtak megoldást találni, Na most kíváncsi vagyok, hogy az amúgy egyébként bevándorláspárti, brit munkáspárt mit fog tudni ezzel a helyzettel kezdeni, mert szemlátomást a választok többsége beléjük helyezte a bizalmát. De ha ezzel a bizalommal nem tudnak rövid időn belül élni, akkor ugyanúgy járatak, mint a torik, hogy kénytelen lesznek kiírni egy választást, ami után pedig valószínűleg már Nigel fel is fog jönni. Ami lényegében az egész jelenlegi neoliberális, globalista felfogás megkérdőjeleződését jelenti, ami ezt nyilván ki is lesz még egy-két szabuk, úgyhogy Nigel helyben helyében nagyon vigyáznék magamra. Mm. Szóval akkor azt mondod, hogy hiába nyertek most nagyot a munkáspártiak, hogyha nem ö, mutatnak fel tényleges eredményeket, illetve átütő sikereket, akkor ez még nem a végleges politikai állapot Nagy-Britanniában. Szerintem ez a helyzet. Azért ez a helyzet, mert nagyon nagyok a várakozások azzal, hogy ez a politikai elit, ez a politikai osztály mondjuk úgy, az képes változni és változtatni. Nyilván a, 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 nyakló nélküli migráció, amiben nem arról van szó, hogy nincs szükség munkáskezekre, és nincs szükség alkalmatán agyelszívása a híres brain drainre, hanem az, hogy Szíriából mindenkit azzal fogadtak be, hogy biztos a rakétamérnök meg, meg radiológus, és kiderült, hogy a töredékük sem volt az. Onnantól kezdve viszont, és ez csak egy, egy, egy kiragadott példa, onnantól kezdve lényegében azokat a társadalmi, gazdasági, sőt közegészségügyi problémákat sikerült importálni a harmadik világból, amiket ott sem sikerült megoldani. Tehát ez az egyik ilyen legfontosabb probléma, hozzátartozik nyilván a gazdasági része is a, a dolgoknak, és egy csomó másik olyan dolog, amelyet valakinek meg kéne oldani, és hát nyilván egy demokrácia ez a politikai osztálynak a feladata. De ha nem tudja megtenni, és a konzervatívok alkalmatnak bizonyultak, a munkáspárt kapja sokadik alkalmat, akikről egyébként Margaret Thatcher azt mondta, hogy az a baj a baloldaliakkal Nagy-Britanniában, hogy előbb-utóbb kifogynak mások pénzéből. Na most ebben az esetben Nagy-Britanniának sincs pénze. Tehát meg lehet próbálni megnyírbálni a ilyen-olyan juttatásokat meg lehet próbálni, megnyírbálni a gazdagoknak adott kedvezményeket, de előbb-utóbb akkor megindul az a folyamat, amelyben megint csak a lakosság ellene fog fordulni a munkáspártnak, hiszen a lakosság szemlátomást több terhet már nem nagyon tud elviselni. Egyébként Nigel is ugye négy mandátumot szereztek, viszont, ami ugye fontosabb ennél, hogy nagyon sok helyen a második helyet nem a konzervatív párt, hanem a Nigel Ferenc fémjelezte Reform UK szerezte, tehát hogy ez egy jel lehet mindenkinek. Mennyire számít az stabil kormányzás, ugye a konzervatívok esetében, hát az előbb is említetted például a szép emlékű Lisztrászt, vagy a többieket, hogy nem volt, tehát hogy folyamatos lemondások kísérték meg Brexit meg minden volt azért ezekben a ciklusokban, de mennyire számít a szarra, hogy egy stabil munkáspárti kormányzás jön most akár mondjuk hosszú évekre? miután a többször elhangzott és a TV vitájukban is azzal vádott a Rissi Szónák a munkáspárt vezetőjét, hogy nincs programja, és ez nagyjából így is van egyébként, illetve az illető arról híresült el, hogy nagyon hatékonyan tudott kilépni bármilyen saját maga által képviselt álláspont mögül, Innentől kezdve én azt hiszem, hogy egy, egy, sodródást fogunk látni legalább minimum ideológiailag, de lehet, hogy a döntések törletén is. Vannak olyan szemtehenek, tehenek, amikhez hozzá kell nyúlni mostanra. Tehát egész egyszerűen elkerülhetetlenné vált, hogy a, a, brit politika élet foglalkozzon azokkal a problémákkal, amelyek a lakosságot foglalkoztatja. Ezt egyébként populizmusnak szokták hinni valamilyen rejtésokból kifolyólag, mint ez egy negatív dolog lenne, hogy a választott képviselők a őket megválasztók érdekeit képviselik, és nem a gazdasági elitét. De gyakorlatilag ez is egy olyan olyan folyamatot indíthat be szerintem, amely a munkáspártnak is a végleges erózióját elhozza. Hasonlóan, épp, mint a magyar szocialista párt, és ennél messze nem akarok magyar belpolitikába menni, de amikor uh, alapvetően baloldali értékeket valló emberek azt látják, hogy az ő pártjuk nem az ő érdekeiket, hanem a globális nagytőkét, vagy bárki másért képvisel, akkor előbb-utóbb mögülük is kiszoktak állni, és a 2010-es konzervatív óriási választási győzelemet nagymértékben az járult hozzá, hogy azok az emberek, akik soha életükben nem szavaztak a Fidesz alkalomattán, ők is tömegesen rászavaztak tízben, vagy nem mentek el szavazni. Tehát ez a fajta folyamat, ami Magyarországon már 14 éve megindult, ez látszik megindulni Európában, és ebben az esetben Nagy-Britanniában is. Na, akkor menjünk tovább, és beszéljünk az orosz-ukrán frontról, mert hogy elesett New York hát ez ilyen nagyon clickbait cím lenne, de direkt megállom, hogy ne ez legyen majd a Ne, mi... ne, legyen ez, legyen ez. Legyen ez, de akkor úgy, hogy az Ukrán New York, hogy, hogy korrektek legyünk. Na mondjuk el a hallgatóknak, hogy miről van szó, és egyébként nyilván egy település elvesztésével nem illik viccelődni, de hát New York eleste azért, az egy érdekes helyzet. Annak van hírértéke minden szempontból. Érdekes, mert ez a New York egyébként, ez egy, ez egy német ö, telepesek által alapított város egyébként, és a németországi Jorczk, ugye, emlékszem, hogy egy történelmi személyiség volt, egyébként róla kapta a nevét, és utána viccesen tették hozzá később a New Yorkot, ami aztán rajta is maradt a városon. Tehát van egy, van egy szláv neve is, ami most nem tűnt eszembe. Igazából az okozza, vagy az adja a jelentőségét ennek a településnek, hogy a következő, tehát nem messze a Nemesszal várostól húzódik az a főút, amely egy rendkívül fontos utánpótlási vonal a Donbassban, és gyakorlatilag, ha ezt sikerül elérni, ami már nincs messze ezután a támadás után, akkor lényegében elvágható az egyik fő utánpótlási útvonal az ukrán erőknek ebben a régióban. Ez a hír azért is érdekes, mert ezzel párhuzamosan ukrán ellentámadás zajlik a sokat emlegetett Wolfsong és Lipci mellett, ahol egyébként a hírek szerint az ukránok akár többszörös élőerő fölényben is lehetnek. Ennek ellenére nagyon nehezen jutnak előre, ugyanis a már sokat emlegetett légvédelmi és tűzérségi problémák miatt olyan ellenszélben és olyan mondjuk így némi képzavarral tüzérségi ellenszélben kellene előre nyomulniuk, ami lényegében megmutatja, hogy az igazi ereje a háborúnak, az igazi szempontja a háborúnak az nem a gyalogságban, hanem a tűzéségben van. Ugye a második világháborút megelőző pokolban, amit első világháborúnak hívtak, született meg az a mondás, hogy a tűzéség meghódít, a gyalogság elfoglal. Na most ezt nem lehet megfordítani. Akármennyire is elszántak az ukrán katonák, akármennyire is jól harcolnak egyébként sok alkalmaz ukrán katonák, ezzel az alapigazsággal, ezzel a katonai alapvetéssel nem tudnak szembe menni. Tehát az a döntés, hogy, hogy Harkó városát minden áron megvédik, és a Harkivi régiónak minél kisebb részét engedik át az orosz támadóknak, ez most megbosszulni látszik magát. De nagyon érdekes szempont, ugye, hogy a, ez a háború egyértelműen nem a területekért megy, hanem a, a egyfajta adókapokká vált, a lényeg az, hogy kimarad állva a végén. És hiába vannak békekezdeményezések, hiába vannak arra utaló jelek, hogy már a világ nagy része is, köztük az ukrán lakosság nagy része is egyébként békét szeretne, ha kell olyan áron, amilyet árak meg kell fizetni érte. Ettől függetlenül az ukrán vezetés úgy néz ki, hogy nem hajlik ebbe az irányba, és így gyakorlatilag inkább föláldozza a Donbass éppen élemzően orosz lakta részeit azokért a területekért, amelyeknek gazdasági vagy akár politikai haszna van itt látjuk azt, hogy ezek kis települések, és nyilván New York azra már paradox azt mondani, hogy kis település, mert mindenki nyilván a nagy New Yorkra szociál, de az ukrán New York kis település. Folyamatosan vannak arról hírek, hogy az oroszok elfoglalnak egy, kettő, három falvat, ugyanakkor meg azt is látni, hogy azért az ukránok sok területen a fronton kifejezetten sikeresen verik vissza az orosz csapatokat. Most július 5-én, amikor beszélgetünk, te hogy látod, lehet azt mondani, hogy hogy, ö, tulajdonképpen még a felőrlő hadművelet is lelassult, vagy szerinted kifejezetten jó ütemben haladnak előre az oroszok? Azokon a kiemelt fontosságú területeken, például a vukletár Ugledár területén, nem tudom melyik a hivatalos ukrán nevenek a településnek, mindig eltéveztem, illetve Csaszívjarnál, itt pontosan tudom, hogy a Csaszívjarra is, nem a csaszovjar az ukrán, tehát Csaszívjarnál például hiába értek el ö, gyakorlatilag ilyen Bahmutihoz hasonló sikereket az oroszok egy bizonyos kerületben, tehát a, a, azt hiszem a Szevelszki Donyes nevű kis folyó folyik ott keresztül Csasszivjarnál, és, és ennek az egyik partjáról kiszöltötték az ukránokat az oroszok. Ezek ilyen 100 méterekben mérhető sikerek, 100 méter, 500 méterekben mérhető sikert, tehát én azt nem mondanám, hogy, hogy földgyorsult a folyamat. Az tény, hogy az ukrán védők létszámának csökkenésével eddig hetente egy-két falu, vagy hetente, mondjuk így hetente két-három falu Bevételéről szóltak az orosz híradások. Most már naponta egy-két falu ez a, ez a tempó, de hát ezek is ilyen két-három-öt kilométert jelentenek, amiket semmiképpen nem neveznék jelentősnek. Nyilván az egyértelmű oka az, az hogy az ukrán védők jelentős mennyiségét a uh, már említett két városba, Lipszibé és Wolfschanszba irányították át. Tehát egész egyszerűen a, 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 ez a küzdelem sajnos folytatódik tovább, és hiába, volt miniszterelnök úr utazása is ebbe, ugye utána az ukrán vezetés egyértelműen utasította a tűzszünetre szóló felvetését. Nagyon érdekes egyébként, orosz részről is pontosan ugyanez a válasz érkezett, hogy ők sem, ak ők sem gondolkoznak élnek tűzszünetben. Úgyhogy sajnos a felőrlés megy tovább, és minden egyes nappal emberek százai halnak, vagy sebesülnek meg súlyosan a front teljes hosszába, ami egy űrületes pusztítással, anyagi pusztítással is jár -e együtt. Tehát sajnos a háború az továbbra is a legcsúnyább és legdurabb arcát mutatja. Mindezzel párhuzamosan egyébként pont mielőtt felkezdtük volna a felvételt, Orbán Viktort hallgattam a Kossuth Rádióban, és ott arról beszélt, hogy ő azért is ment el Kievbe, hogy feltérképezze, hogy mik a szándékok, illetve, hogy azt az aspektust is megbeszélt, Tehát, hogy arról az aspektusról viszonylag kevesebb szó esik, hogy a háború okozta tragédia, és a háború nyomorúsága talán ezt a szót használt egészen pontosan, az milyen komoly károkat okoz, és azt mondta, hogy a tűzszülettel kapcsolatban azért, azért a felek, mert úgy érzik, hogy az mindig a másik félnek kedvez, mert addig átcsoportosítják az erőiket, viszont hogyha a tűzszünetet meg egy belátható időn belül béke követheti, akkor van értelme ennek az egésznek. Szintén a sajtóhírek szerint egyébként a hétvégén Orbán Viktor Moszkvába utazhat, hogy Vladimir Putyinnal találkozzon. Nem tudom, hogy szerinted ez mennyire reális, illetve lehetséges forgatókönyv az például, hogy ilyenkor Orbán Viktor, ha tényleg létrejön ez a találkozó, akkor akár a NATO, akár az Európa Európai Unió a üzenetét elviszi Putyinne. Az teljes műtében reális egyébként a forgatókönyv is, és az üzenetvívő szerepe is. Ugye ezt szokták általában közvetítőnek hívni, és ugye emlékszünk arra, amikor Xi európai körültve indult, akkor is uh, Hírek Szent Vít, uh, uh, továbbított, vagy, vagy átadott, vagy Vladimir Putyintól származó üzenetet. Tehát, hogy ebben semmilyen különleges dolog nincs a különleges, hogy egy ilyen kis ország egy ilyen szerepet betölthet. Én gondoljunk csak arra, hogy van, Putin Xi jinping kérte meg, ebben az esetben Zelenszky elnök, Orbán Viktor kérte meg erre, a erre a feladatra. Ugye vannak arról szóló hírek, hogy másfél órán keresztül négy szem közt valószínűleg tolmácsok közvetítésével, de a delegáció kizárásával tárgyalta a, a magyar vezető, magyar miniszterelnök és az ukrán elnök. Tehát innentől kezdve azért megvan annak a valószínűsége, megvan annak a rációja, hogy egy ilyenfajta közvetítése sor kerül, és hát ez egy magyar ambíció is egyébként, hogy mi szerepet vállaljunk a béke létrejöttében, úgyhogy innentől kezdve ez egy teljesen reális elképzelés, én nagyon bízom benne, és sor is kerül rá, nagyon komolyan megemelni Magyarország nemzetközi Ázsióját, ha egy, egy ilyen durva és ilyen véres az előbbiekben bemutatott módon brutális háború lezárásában tényleges és aktív szerepet tudnánk játszani, mert nem csak azt mutatja, hogy mi közel akarunk működni ezen a területen, hanem azt is, hogy a felek elfogadtak minket ilyen közvetítőnek, ami legalább ennyire fontos. Egyébként érdekes volt azt, és mondta Orbán Viktor, hogy a helyén kell kezelni a dolgokat, és mi egy kis ország vagyunk, tehát nem mi fogjuk a békét megteremteni, hanem most az uniós soros elnökséggel gyakorlatilag arra van lehetőségünk, hogy ez a feltérképezés zajlon. E, zajlódjon ebből nekem azért úgy tűnt, hogy nem mondjuk Budapest fog majd a békekonferenciának helyet adni. Ez szinte biztos egyébként, de ez is nagyon jó ez az észrevétel, és egyébként nem olvastam a miniszterelnök úr szavai, de jó, hogy, hogy reagáltál rá, ugyanis két dolog szokott ilyenkor felmerülni. Tehát a közvetítőnek három, két vagy három fajta országot szoktak fölkérni. Az első az, amikor valamelyik erősebb fél, mind a két háborúzó fél erősebb fél kvázi szó rájuk, és akkor az útmutatását gyakorlatilag kénytelnek elfogadni. Ugye ez például a két világháború közötti bécsi döntésekben is megnyilvánult, hogy, hogy a náci Németország egyértelműen a saját revansista törekvéseinek a fényében a magyar revans törekvéseket is támogatta. Ugye ez volt az egyik, amit ugye adott esetben úgy Szlovákia, mind, vagy Szlovákia úgy, mint Románia dünnyögve morogva, de kénytelen volt elfogadni. A másik variáció, hogy a mind a két félnél jelentősebb kisebb felet kérnek fel a közvetítésre, mert, mert ebben az esetben ugye a kisebbik fél nem tudja képviselni egyik háborús félnek sem az igényét, hiszen ő annyival kisebb mind a kettőnél, hogy tényleg szó szerint csak a közvetítő szerepét bízzák rá, alkalmatlan olyan, mint a két veszekedő házastárs között a házastási tanácsadó, akinek annyi a dolga, hogy közvetítse az üzeneteket a másik kvázi moderálja a hangnemet. A harmadik megoldás az az szokott lenne, hogy nagyjából egyenlő felek között van egy közvetítés, ez ritkában fordul elő, mert ebben az esetben mindenki megpróbálja saját érdekét érvényesíteni valamilyen szinten a szövetségesét belevonni ebbe a folyamatba, aki aztán az ő számára kedvező döntéseket hoz. ez azért ritkában szokott előfordulni. Ebben az esetben Magyarország szerepe nyilván az, hogy ilyen, ilyen kisebb fogaskerékként elősegítse nagyobb fogaskerekek mozgását. Ami viszont érdekes, hogy Vladimir Zelenszky ukrán elnök arról beszélt, hogy a következő békekonferencián Oroszországnak is részt kellene venni. Azt mondja, hogy ezúttal már tárgyalnának Oroszországgal is. Ha a következő békekonferencia úgy történik majd meg, ahogy elképzeljük, egy olyan tervről fogunk tárgyalni, amely véget vet a háborúnak, a világ nagy részének a támogatásával. Ha ez a terv elkészül, a konferencián részt kell vennie az Orosz Föderáció képviselőjének is, hogy ki lesz ez, meglátjuk, szerintem nem Putyin, mert nekem úgy tűnik, hogy ő nem hajlandó elhagyni az országot. Most nagy kérdés, hogy Zelenszky ezt ugye milyen élve, tehát hogy ezt egy cinikus élel mondja, hogy ha már mindenki akarja, a Oroszországnak el kell jönnie, vagy tényleg ezek esetleg jelzésértékű dolgok, hogy mégiscsak tárgyalnának az oroszokkal? Az igazi politikus az ilyen szituációban két nyilatkozik de gondoljunk csak arra híres egyébként Magyarországon született mondásra, amely szerint a királynőt megölnötök, nem kell félnetek, jó lesz, és a többi. Tehát ebben az esetben mind a kettőt ki lehet belőle érezni. Ilyenkor az elemző azt tudja csak tenni, hogy végignézi a nyilatkozónak az előbbi, vagy a megelőző hozzászólásait, kommunikációját, és ebből próbál következtetéseket levonni, amik vagy igazak, vagy nem. Én úgy gondolom, ebben az esetben Zelenszkij elnök cinikusan beszélt, és részben alapoz arra a svájci tárgyalási folyamatra, amiből ugye kirekesztették Oroszországot, de szerintem ennyire nem egyértelmű helyzet, hogy bemutatja. Na most nyilván egy háborúban álló ország vezetőjeként, aki egyre nagyobb a társadalmi nyomás, hogy a hírek szerint az ukrán lakosság többsége már arra hajlik, hogy elfogadjon egy, egy kompromisszumos békét akár területek feladásával is, Innentől kezdve valamit reagálni kell ezekre, ha csak nem akar egy teljesen valóságtól elrugaszkodott politikus képében feltűnni. Nagyon nehéz erre válaszolni, hogy mik igazából az ukrán szándékok, mennyire tud Zelenszky elnök abból a rendkívül határozott és teljesen indokolható, mégis a valósághoz kevés, a valósághoz kevés kapcsolatot mutató álláspontjából visszatáncolni, hogy mindent vissza. De nyilvánvaló, hogy is erről többször is többet is beszéltünk mi is itt az ultrahangon, hogy Oroszország a kell atomfegyverrel is megvédi a Krím félszigetet, mert ez a fekete tengeri uralmának, vagy a fekete tengeri jelenlétének a kulcsa. Tehát innentől kezdve az összes többi olyan vélemény, gondolat, amely arra utalna, hogy, hogy Oroszország jelentős, különösen Krimfélszigetet vissza fogja adni, vagy bármilyen szempontból lemond az ellenőrzéséről, az, az egyértelműen vágyalomnak minősítendő. Gondoljunk csak arra, jól emlékszem, 10-11 pontos listára, amelyek átlag az ukrán béketel részleteit tartalmazzák, majd ponton azt szerepel, hogy Oroszország megosztott felügyeletet gyakorolna a Krimfélsziget felett. Tehát aki így gondolja, azt szerintem nincs tisztában valósággal és is egyébként, hogy reméli, hogy Kína és az Egyesült Államok is nyomást gyakorol majd Oroszországra, hogy megfelelő dialógust tudjanak folytatni. Itt érnék egy kicsit ki az Egyesült Államokra, ahol ugye a múlt héten beszéltünk is arról, hogy volt az elnök választási vita, és a következő egy hétben egyre többen vetették fel aztnak a lehetőségét, hogy Bidennek talán tényleg távoznia kellene. Most nem tudom hirtelen, hogy melyik újságnak a címlapja, de egy járókeret volt ott üresen, és azt a kérdés és tette fel, hogy biztos, hogy jól van -e ez így. Szóval te számítasz esetleg tényleg mégiscsak sorcserére az Egyesült Államok elnök jelölti posztját, illetően demokrata oldalon? Ja, jól emlékszem, tegnap mondta az Bidennek, hogy a teljesen jó az egészség, a teste rendben van, csak a fejében van a kisebb gondok. Na most, hát Roosevelt elnök mozgásképtelen volt a gyerekori paralízisé miatt, mégis fejben teljesen rendben volt. Úgyhogy ebből a szempontból Biden elnök úgy néz ki a tökéletes ellentéte, mert a fejében egyáltalán úgy néz ki, hogy nincsenek rendben a dolgok, és testleg elképzelhető, hogy van, bár mondjuk lépcső sokszor gondot okozott neki, de ebben most nem menjünk bele, mert néha nekem is. Tehát azért ezzel csinyán kell bánni az ilyen kritikákkal. De... de te legalább gyorsan beszélsz, ez azt jelenti, hogy gyorsan gondolkodsz. Igen, és nem is vagyok amerikai elnök, tehát. Az, hogy nekem, nekem, nekem nem is lehetek, mert nem ott születtem, de nekem nincs piros gombom. Tehát van egy piros pólón van rajta egy fehér gomb, de hiába nyomogatom, nem történik semmi. Gyakorlatilag én magam is arra fogadtam a elnökválasztás megkezdésekor egy baráti társasággal, hogy Biden elnök végigviszi az elnökválasztási kampányt, és legfeljebb utána egy pár héttel vagy pár hónappal egészségi jogokra hivatkozva visszavonul, de egyre inkább úgy tűnik, hogy annyira leromlott az egészségi állapota, hogy ezt már nem fogja tudni végigcsinálni ez egy üveg alkoholmentes pesgőbe fog fájni, mert hangsúlyozatlan nem viszom alkoholt, bár néha nagyon hiányzik egy kis lazulás, de ez egy másik történet. Innentől kezdve Biden elnöknek a, 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 sorsa szerintem most már egyre inkább az ő támogató politikai körök kezében van. A lakosság, illetve bizonyos ö, politikusok, New York Times, illetve a Time magazin is egyértelművé tette, hogy ezzel a teljesítménnyel nem, hogy nem tudja legyőzni Trumpot, hanem esélye sincs. Tehát innentől kezdve úgy gondolom, hogy azok a körök, akik már egyébként 2020 óta mozgatják Biden elnököt, mert ne gondolja senki, hogy ő önállóan bármilyen döntést meg tudott hozni ebben a periódusban, azok egyre inkább arra fogják nyomni és tolni, hogy lemondjon. Csak egy dolgot hagyd mondjak el, ugye nyilvánosságra kerültek 20-30 év után az amerikai elnökök napi rendjei. És ebben az összes elnök a 60-as, 70-es, 80-as években napi 12, de inkább 14 órát dolgozott ezt a tempót Biden már 2020-ban sem bírta, ez egyértelmű. Tehát akkor fölmerül a kérdés hogy ki irányította az USA-t egyébként, ha ő nem tudta. Ugyanis hagyományosan az amerikai elnök kezében van a külpolitikának a, a vezetése. Úgyhogy igazából a válaszolva a kérdésedre, a sok minden érintése után, lényegében szerintem Biden elnöknek egyre csökkennek az esélye arra, hogy ő fogja befejezni ezt az elnökválasztást. Sosem lehet azt mondani, hogy, hogy ez az esély nulla, de szerintem már jócskán 50% alatt jár. Közben megtaláltam egyébként az Economist címlapján látható ez a járókeret. Megpróbál megmutatni a hallgatóknak. Ilyet csak csináltam még. Az a baj, hogy eltúrzítja. most, most, jó, most vissza. Igen, igen jó, így, ott, ott, így, ott, ott, így. Igen. Szóval ez a, ez az a címlap. Igen. egyébként egy nagyon jó, jó címlap. Igen. Uh, a Time pedig egy piros címlapján, meg, ahol Biden próbál kibot, de botorkál kifelé a, a címlapról, tehát igen, ezek és az ugye a jobb... New York Times szerkesztősége is felszólította Biden-t a visszalépésre. Ugye felmerül ez az örök kérdés, hogy ha nem Biden, akkor ki? Mert hogy bennyit a héten Kamala Harris-nek a nevét is, de hát ő lehet, hogy alkalmatlanabb, mint Biden. Hát szinte biztos egyébként, és ha benne a támogatási arányait, akkor akkor még a, ha lehet, még biden is rosszabb. Úgyhogy normál esetben az lenne a szokás, az lenne a hagyomány, hogy... Hogy Kamala Harris követi Biden-t minden szempontból, és hogyha valami történik, akkor őt nevezik ki uh, utódnak. De érdemes megnézni egyébként, hogy valamikor, és ez többé-kevésbé régen alatt kezdődött, ugye Dan Quayle-nek hívták az alelnökét régennek, aki a Quayle az egyébként Füriet jelent emlékeim szerint, és, és ö, ö, ott, ott volt egy ilyen. Egy ilyen ö, mondás, hogyha ártani akarsz régen meg, akkor üsd meg a bokrot, és fölrepül a fűrű. ugye, beat the bush so that the quail flies, vagy valami ilyesmi volt a mondás, ugye bush volt a, a, a titkos szür szürke eminenciás, az idősebbik bush volt a szürke eminenciás régennek, hogy akkor jól emlékszem CIA főigazgató is volt, és ugye ez egy, egy nagyon jó szójáték volt az a kapcsolatban, ugye, hogy, hogy a, a, a CIA, főigazgató, CIA, főigazgatót, kell ütni, és akkor a fűrű, ugye az alelnök, az meg össze-vissza Tehát, hogy ha sajnos a, a korábbi erős, gondoljunk csak Gerard Fordra például, a korábbi erős alelnökök helyett egyre többször volt rendkívül gyenge képességű, vagy éppen nem szeretett alelnök az Egyesült Államoknak. nagyon érdekes, hogy Dick Cheney volt az egyetlen, aki Richard George Bush mellett egy komoly pozíciót tudott betölteni, ugye, sőt, ő volt az, aki rossz nyelvek szent, aki irányította az usa egyébként George Bush helyett, Bush helyett, de, de őt viszont úgy, nem szerette a nép egyébként, mint Kamala harris -t. Tehát innentől kezdve egy nagyon érdekes szituáció. Az én titkos favoritom egyébként továbbra is Michel Obama, akárki akármit mond, ő egy olyan közist, köztiszteletben álló, elismert szereplője a demokrata elitnek, akivel nehéz lenne veszíteni. A kérdés persze az, hogy, hogy akar-e kötélnek állni, illetve mit szólnak -e ez alkalmatlan a Trump támogatók. Meg hogy őt most ledarálnák -e ebben az egyébként elég kétesélyes választásban, mint Hillary clinton vagy megvárják mondjuk a következő választást? Igen, ez is egy érdekes kérdés. Csak az, a, 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 ha én demokrata döntéshozó lennék, akkor egyértelműen fenyegetésnek tartanám azokat a Trump nyilatkozatokat és azt a Trump hozzáállást, amelyben a mocsár lecsapolásáról beszélt, és korábban csak fél szívvel próbálta meg, mert tele voltak keze mindennel. Most szerintem nagyon komolyan elszánt arra, hogy ha visszatér, akkor ezzel a washingtoni lobbista, Sokszor amerikai eh, nemzeti érdekeket a, a cégek és a globális hatalom eh, miatt háttérbeszorító csoporttal igen keményen szembeszáll és fellép, és onnantól kezdve lehet, hogy már nincs eh, mondjuk úgy 8 évünk arra, hogy fölépítsünk valakit, mert 8 év alatt nagyon sok mindent meg lehet tenni. Tehát eh, szerintem a demokrata döntéshozók most mindent be fognak vetni, a minden azt szó szerint mindent kell érteni, hogy ne Trump legyen az elnök. Na, ha már említetted a mocsár lecsapolását, azért azt látjuk, hogy itt Európában is zajlanak az események. A brit választások most ebből a szempontból kivételt, hogy ugye nagy kérdés, hogy Nagy-Britannia az tulajdonképpen Európa része még vagy vagy a távol-keleté, vagy a közel vagy pontosan hova tartozik időnként. Viszont Franciaországban a választásoknak az első fordulója az eléggé beszédes, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a második fordulóban. Illetve kiemelném még itt az európai frakció alapkításokat is. Szintén Orbán Viktor Kosút rádiós interjújából tudom, hogy a, amit ott a miniszterelnök elmondott, abból szinte biztos, hogy meg lesz az Euró a Patrióták Európáért frakció, ez ugye az, amiről vasárnap Bécsben beszélt mert azt mondta, hogy már vannak pártok, amelyek szintén eldöntöttek, hogy csatlakoznak, de csak hétfőn fogják bejelenteni, illetve azt is mondta, hogy meg kell várni, hogy mi lesz a francia választások eredménye, és már illöpenék, akiknek a legnagyobb képviselőcsoportjuk van egyébként az Európai Parlamentben, ők pedig majd ezt követően tesznek bejelentést, de azért úgy tűnt, hogy itt realitása van annak, hogy létrejön egy új frakció. És ugye van több ilyen konzervatív, antiglobalista frakció, vannak benne különböző törésvonalak, például Georgia Meloni és Marine Le Pen között, ugye, és még sorolhatnánk, de te hogy látod, mit jelenthet a Patrióták Európáért frakció az Európai Parlamentben? Először hagyd kezdjem egy Monty Python idézettel, ami úgy jelent, hogy hülye angolok, angol hülyék, tehát ebből a szempontból a valamikori brit birodalomnak a, a, tragikomikus második felvonását látjuk, szerintem az a vergődés, amit a brit politikai elit felemutat az egész egyszerűen kezd szánalmas lenni, és kicsit egyébként az amerikai tűtötje az eszembe, ami azért abból a szempontból aggasztó, hogy a kicsit több múlik azon, mi történik az USA-ban, mint ami nagy britanniában történik. Visszatérve Európára, Marine Le Pen esetében az a veszély továbbra is fennáll, amely gyakorlatilag a lengyel választásokon mutatkozott meg, hogy mindenki, aki elhiszi a reformerekről, az antiglobalistákról, a a radikálisnak mondott egyébként hagyományos jobboldaliakról, akik általában józan észről beszélnek, nem másról, tehát nem beszélnek extrém dolgokról, mint rasszizmus, meg, meg kidekeztés, meg stb. nem csak a józan eszet emlegetik. Ezekkel kapcsolatban is előfordulhat az, hogy Marine Le Pen is abban a helyzetben találja magát, mint a PIS nevű lengyel párt, hogy mindenki összefog ellene. És még nem olyan rossz a helyzet, és sajnos azt kell hogy mondjam, hogy még nem olyan rossz a helyzet, hogy a lakosság többsége felfogja hogy időbe kellene lépni, és időbe kellene ezeket a változásokat követelő pártokat támogatni, hanem alkalomattán a, a, francia középjobbtól, a republikánusok maradékától kezdve egészen a Macron-féle progresszívekig a hagyományos francia baloldal is összefoghat ellenük, és ebben az esetben nem fognak nyerni, vagy megnyerik a választást alkalomattán, de nem fognak többséget szerezni. Tehát ez egy reális veszély, azért a francia kétfordulós választás ennek azért kisebb esélyt ad, de benne van a pakliban. Tehát nagyon bízom abban egyébként, hogy Franciaországban is felülkerekedik a józanész, és végre elindul abba az irányba, hogy a, a helyzet megoldására keresse a, 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 a lépéseket, és ne tovább nehezítésére. Ugye megint a, a visszautóbb a brit munkáspára nem tudjuk, hogy tovább továbbfokozza a migrációt, vagy megpróbál tenni ellen valamit, de az biztos, hogy ez egy földindulásszerű változást indíthat el, ha létrejön nagyon érdekes, hogy, hogy az ID, identitás és demokrácia frakcióból többen kiléptek és átléptek a patriótákhoz, és a hírek szerint többen fontolgatják ezt a lépést. Szerintem az a fajta helyzet, amelyben a általom is támogatott, és nem azért, mert ott, ott az ülőhelyen határozza meg az álláspontomat, ahogy Nógrádi szoktam mondani, nem azért, mert én magam is ezt gondolom, hogy mindig megkapom, hogy én MCC-s vagyok, és ezt kell gondoljam, nem hölgyeim sem. Az MCC egy olyan szervezet, ahol az ember elmondhatja, amit gondol. Volt olyan dolog, amikor rám szólok, ezt finomabban mondjam, mert a, például Ursula Bin Lajent nem szerették a kommunikációs szakértők, és túl durvának ítélték, de ettől eltekintve én a saját véleményemet mondom, és azért kellett 50 éves korom, hogy eljussak oda, ahol most vagyok, mert mindig a saját véleményemet mondtam, még akkor is a többen tanácsolták, hogy nem mondjam el. Na most hasonlóképpen van szerintem ezzel ez az új frakció is, hogy most arra már megérett a helyzet arra, hogy az emberek megértsék és befogadják azt, Na, a megértése nem volt a befogadással. Befogadják azt, amit mond. Tehát ilyen szempontból hiába próbálkozott az ID és, a, és a, az LCR is nagyon komoly lépésekkel, egész egyszerűen belettek téve a szélső jobboldali e, skatujába, amiből nagyon néz volt kijönni. Viszont jött egy sikeres politikus kelet Európából, aki, mint a mondabeli kisgyerek, elmondta, hogy a császár mesztelen, és akkor esett le a hájuk az emberek szeméről. És ez nem erről szól, hogy valamit alkalmatlan az ID vagy az LCR rosszul csinált volna, hanem azokban a keretekben, azokban a környezetekben ennyit hagytak neki. Most viszont, hogy megindult a változás szele, és ismét keletről egyébként, Innentől kezdve egyre inkább kinyílik az emberek szeme, gondoljunk csak az AFD rendkívül szereplésére Kelet-Németországban, és innentől kezdve ezeket a folyamatokat már nevezhetjük struktúrális változásoknak, amiket nem lehet megállítani. Az egy dolog, hogy mi ezt már régebb óta látjuk és mondjuk, de az átlagember, azok az emberek, akik tényleg nem ezzel a területtel foglalkoznak, hanem a mindennapi megélhetésükkel valaki elfoglalva, az ő számukra ezek a kérdések egyre inkább most kezdenek csak nyilvánvalóvá válni. És még egy dolgot hagyd hozzá, a Németországot jellemezte valaki úgy, hogy a konformisták hazája. Tehát a németeknek a kényelem és a nyugalom mindig mindennél többet számított. Most abban hagyjuk, hogy mennyi német maradt Németországba, de alapvetően még mindig meghatározott többségben vannak, és most kezdenek rádöbbenni arra, hogy annak a kényelemnek és annak a nyugalomnak, ami miatt befogták a szájukat, lemondtak egy csomó mindenről, ami gyakorlatilag járt volna, vagy, 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 vagy a jog szerint járt volna nekik, azokról való lemondásuk milyen állapotokat eredményezett. És több olyan ismerősen van a kis származású egyébként, és ők szokták mondogatni azt, hogy vigyázni kell a németek, egy darabig csöndben vannak, aztán kinyitják a szájukat, akkor olyan dolgok jönnek ki rajta, ami mindenki megszokott Na jó, még egyetlen egy kérdés ehhez az egész európai részhez, hogy ha van még egy frakció, tehát a Patrióták Európáért például, az mennyire ültetheti oda a nagyok tárgyalóasztalához? De, mert hogy azt látjuk, hogy például a néppárt ugye a baloldallal, tehát a szociáldemokratákkal, és a kifejezetten rossz eredményt elérő rinyúval, tehát a liberálisokkal kezdett el osztozkodni, és emiatt bennem felmerül a kérdés, hogy számít-e, ha például van egy nagy képviselőcsoport, annak -e? Tehát, hogy, hogy, vagy ilyenkor még inkább majd azt mondják, hogy na őket aztán el kell nyomni, és még jobban élesednek mondjuk a harcok. A Európai Parlamentben a demokrácia nem érvényesül. Tehát itt, itt ezért lehet arra hivatkozni, hogy, hogy ez a három frakció, ez a többségét teszi ki a parlamentnek, és így is van egyébként. De ettől függetlenül azt nem észrevenni a folyamatokat, amik zajlódnak, azért egy rendkívül komoly vakságot feltételez, én az európai jobboldali középártokat már nem, soda, nem sorolom a jobboldalra, egyértelműen baloldalra teszem őket. Tehát az a társaság, aki nem háborodik föl a gendersemleges WC ötletén, hanem csak azért küzd, hogy nem most, hanem öt év múlva vezessék be őket, tehát egyértelműen nem lehet jobboldalnak nevezni. Tehát ez innentől kezdve egy, egy vicces szituáció. Megint csak azt mutatja, hogy az európai parlament az egy lobby csoport sok szempontból. Tehát ott a lobbyknak az érdeke sokkal jobban tud érvényesülni, mint az egyébként nemzeti kötődésű Európai Bizottságban, és ezt gőzerővel látjuk is. Tehát az, hogy Ursula von der Leyen maradhatott, ami maradt, és az Európai Parlament is ennek megfelelően kezd átalakulni, ez nagyon jól mutatja az egésznek a, 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 a visszásságát, vagy a, vagy a, furcsaságát. Én inkább azt mondanám, hogy az a tény, hogy a radikálisnak mondott jobboldal, vagy a józanés csoportja az így megerősödött, ez egy nagyon fontos lépcső, de velük szemben is lehet azt a fajta hozd meg is uralkod elvet alkalmazni, amelyben Alkalomattán mindenki más össze fog ellenük. Tehát nyilván a létfontosságú kérdésekbe mind a három csoport ugyanúgy fog szavazni, de előbb vagy utóbb ennek a helyzetnek is meg kell oldódnia. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, például Georgia Meloni esetében azért okozott a lépéset több esetben komoly csalódást minden kommentátornak és külső figyelőnek, mert Oroszor, oh, bocsánat, Olaszország lényegében államcsődközi állapotban van már hosszú évek óta, sőt meg nem kockáztatni, évtizedek óta tehát minden egyes olasz uh, politikai vezetőnek, politikai vezetőre gondok, nem államfőre, fél szemmel azt kell néznie, hogy a pénzügyi egyensúly megmaradjon, mert egy 60 milliós ország, 60 milliós ország becsődől, akkor az magával visz sok mindenkit, belét az Európai Uniót is. Tehát ezzel a kiszolgáltatott helyzetével nagyon komolyan fogják az olasz politikai vezetést. Én azt nem értem, hogy erre miért nem hívja fel a választópolgárok figyelmét. Miért nem beszél arról, hogy ő nem azért nem tesz meg dolgokat, mert becsapta a választóit, mert erre beszél és arra cselekszik, hanem azért, mert nagyon szűk a mozgás tere. Szóval szomárom szerintem, hogyha tényleg a Szávini felvezette liga vagy lega csatlakozik a, a patriótákhoz, az egy nagyon komoly előrelépés lesz, de még azok a folyamatok, amik jelentős változást tudnak hozni, még nem indultak, nem indulhattak meg. Akkor menjünk tovább, így a műsorunk vége felé közeledve, bár még hallgatói kérdésekre is sort kerítenénk, de Izraelrel foglalkozzunk mindenképp. Több fontos dolgot is tudunk. Egyrészt ma van a háború 273. napja, és egyrészt telefonon egyeztetett Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke és Benjamin Netanyahu, Izrael miniszterelnöke. Másrészt azt lehet hallani, hogy a Hamas jelentős változtatást tett álláspontjában egy lehetséges túlszabadítási megállapodással kapcsolatban. Harmadrészt pedig Benjamin Netanyahu az izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy újraindulhatnak a tárgyalások, és Izrael küldöttséget indít a Hamászhoz. Hogyan értékeled ezeket a fejleményeket? Hát egyrészt nem hittem volna, hogy ez a konfliktus kilenc hónapig fog tartani. Az izraeli hadseregnek megvan az összes képessége arra, hogy gyorsan és hatékonyan lezárjon egy ilyen típusú katonai konfliktust. Ebben egyértelműen a nemzetközi közösségnek a beavatkozását látom akik szerintem a folyamatok és a mozgatórugók ismerte nélkül avatkoztak be ebbe a küzdelembe. Nyilván a palesztin civileknek az élete és helyzete egy olyan terület, amivel nem lehet eleget foglalkozni, viszont pontosan azzal nyújtják el a szenvedéseiket, hogy nem hagyják, hogy a Hamasztól megszabadítsa őket az izraeli hadsereg. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehé nehéz szituáció, lehet, hogy rosszul látom a helyzetet, be van a pakliba, hogy rosszul látom a helyzetet, nem vagyok a birtokában minden információnak, amely a, a kérdéssel kapcsolatos, meg nem kockázat, hogy senki sincs minden információ a birtokában, de az, hogy a tárgyalásos irányba mozdultak a dolgok, mindenképpen egy jó jel. Hogy az izraeli álláspont is változott, az nyilván nagyrészt köszönhető a, a óriási külső nyomásnak, meg annak is egyébként, hogy a Hamaszal kapcsolatos már elkezdtek tüntetni az emberek. Tehát valahol, valamikor a palesztin lakosság is kezdi megérteni azt, hogy a hamas féle radikális álláspont a tényleges és valós sérelmek ellenére ilyen komoly következményekhez vezethet. És szerintem ez volt az egyik izraeli szándék is egyébként. Tehát, hogy egész egyszerűen, ha az ember egy olyan háborúba küzd, kezd bele, amelynek a megnyeréséhez nincs elég ereje, akkor nem a merev kitartás, hanem a rugalmas hozzáállással tud sikereket elérni. De gondoljunk csak bele abban, hogy Mao Tse-tung is a gerilla felkelésnek három fázisát különböztette meg, az első volt a stratégiai védelem, a másik a döntetlen, a harmadik a stratégiai támadás. Na most többször ő maga is hangsúlyozta, hogy az erőviszonyok változásának függvényében ezek között a fázisok között van átjárás. Tehát vissza lehet lépni. Nyilván előre lépés a cél, de vissza lehet lépni, ha a környezet ezt igazolja. És én palesztin folyamatosan ezt hiányolom, hogy nem állnak rugalmasan a kérdéshez. Tehát egész egyszerűen az, hogy, hogy a saját egyébként az ő szempontjukból logikus és alátámasztott igazukat hajtogatják, ezzel nem segítik előre a probléma megoldását. Tehát egy, egy, egy ilyen szituációban nincs az, hogy valakinek teljesen érvényes az álláspontja, hanem mindig kompromisszumot kell kötni. Ugye szerintem az, hogy elindult a kompromisszumos tárgyalása a megoldás irányába a folyamat, egy nagyon jó jel, mindenképpen csökkenteni fogja a szenvedést mind a két oldalon. Ne felejtsük, hogy egy izraeli állatok is vannak azért katonai részén, illetve civil részről, és azért még mindig vannak támadások Izrael ellen, már csak ezból a részéről is. Tehát innentől kezdve szerintem ez egy nagyon-nagyon jó jel, hogy ebbe az irányba elindultak a, a folyamatok. Ugye a kérdés az, az hogy ezek az eredmények mit fog, mik lesznek. Többször látunk már ilyen enyhülésre utaló jeleket, aztán végül nem lett belőle semmi. Köszönöm szépen, és akkor a műsorunk végén két darab kérdést tennék fel, mindkettőt ugyanaz a hallgató küldte. Tisztelt Ultrahang szerkesztőség, tisztelt Bálint, lenne két kérdésem. Egy, ön szerint milyen konzekvenciákat lehetett eddig levonni az orosz háborúval kapcsolatban a NATO szintjén? Jól teljesített mutatván erejét, vagy sajnos leszerepelt és vesztett a reputációjából, amiért alábecsült Oroszországot? Szerintem a NATO ebből a szempontból jól teljesített. A NATO légvédelmi eszközök, a NATO precíziós fegyverek azok mindenképpen megmutatták, hogy tudják azt a teljesítményt, amire tervezték őket. Nyilván vannak olyan eszközök, mint a sokat emlegetett, majd a hidegből váratlanul eltűnt GLSDB, amely lényegében hatástalanak bizonyult többokból kifolyólag zárójelbe jegyzem meg, egyébként nem tudom, mi volt a koncepció vele kapcsolatban, mert ezt az eszközt kifejezetten felkelők és terroristák ellen fejlesztették ki, hogy egy ablakon berepülő fegyver legyen, amivel egy szobának a, a, a felkelőit lehet kiirtani, anélkül, hogy az egész ház összedőlne. Tehát, hogy nem tudom, mi volt a koncepció ezzel kapcsolatban, ezt inkább hagyjuk is. Tehát a NATO szerintem mi volt teljesített, hogy emlékezünk arra, hogy Vladimir Putyin több alkalommal elismerte, hogy a NATO jelentősen erősebb katonák, mint Oroszország, ami tény. Ebből kipróbálok, esze ágába sincs megtámadni. Én inkább úgy gondolom, hogy a, a NATO, és ebben nem inkább inkább az Egyesült Államok politikai bölcsessége és állhatatossága kérdőjeleződött meg. Tehát az a fajta elrettentési képessége, nem, nem is elrettentés, az a fajta vonzereje csökkent, amelyben az esetleges támogatókat kereső felek, országok, csoportok az Egyesült Államokra bíznák az ügyüket, mert egyértelműen látszik, hogy az elmúlt 30 évben, akiket az USA támogatott, azok nem jártak jól. Gondoljunk Irakra, gondoljunk Szíriára, gondoljunk Afganisztánra, és gondoljunk Urkarajnára. Tehát innentől kezdve a NATO, mint védelmi katonai szövetség, vagy politikai katonai védelmi szövetség nem gyengült meg, mert a feladat továbbra is el tudja látni, sőt elég hatékonyan sorakoztatta föl a, a tagországokat az ügye mögött. Ami viszont meggyengült, az a vonzereje, az a hitelessége, ami új tagokat, új szövetségeseket jelenthet. És akkor a második kérdés. Újonnan megint téma lett, hogy Ukrajna engedélyt kapott a NATO-tól, hogy az ő fegyvereikkel orosz mélységi területeket támadjon. Sokan azt vizionálják, hogy emiatt Oroszország még brutálisabb viszont választ fog adni. Kérdem én, Oroszország miért várna arra, hogy ilyen jellegű támadások érjék, hogy csak ezután torolja meg ilyen hevességgel a támadásokat, és indítson egy ennél vehemensebb oszfenzívet. Minden lehetősége megvan, hogy kemény csapásokat mérjen Ukrajnára, Akár most is, akkor miért adagolja apránként a támadásokat? Előre is köszönöm válaszai, tisztelettel, Csaba! Kitűnő kérdés ez is. Um, van egy ilyen legenda, amely szerint Oroszország ha akarná két héttel bevenni Kijevet, csak nem akarja, mert, mert nem akarja. Ez nincs így. Az orosz hadsereg, az sok szempontból, különösen a szárazföldi haderő, sok szempontból lehetőségei maximumát elérte. Tehát ha kivon máshonnan erőket, akkor az alack kockáztatja, hogy az ottani fennhatóság gyengül meg, lásd a dagesztáni és egyéb problémák, amelyek támadások képében jelentek meg. Tehát uh, gyakorlatilag vannak még eszközök az orosz katonai vezetés kezében, de egy dolgot figyelembe kell venni az orosz vezetés, nem elpusztítani akarja Ukrajnát, hanem elfoglalni, megszerezni. Tehát minél nagyobb károkat okoz benne, annál többet kell neki költeni az újjáépítése, annál nehezebb lesz ténylegesen az élvezni az előnyeit annak a területi hódításnak, amely egyébként a távolabbi célja ezeknek a hadműveleteknek. Tehát, illetve a másik ilyen szempont, hogy az ukrán lakosságot el lehet idegeníteni ezáltal. Tehát, hogyha korlátlanabbul támadják az ukrán akár katonai célpontokat, az egyértelműen több civilázattal is fog járni, ami az ukrán lakosságot döntően befolyásolhatja. És ezt a háborút nem csak a kilométerekért, a Moszkváig tartó kilométerekért, nem csak a, a nyersanyagokért, hanem az ukrán lakosság lelkéért is vívják azért, hogy Kijev az ne lehessen többet egy alternatív Moszkva, azért is vívják, hogy a orosz részről, tehát kifejezetten az orosz részről beszélt, ezek az orosz célokról beszélek most. Azért is vívják, az orosz vezetés azért is vívja, hogy minél több ukrát tudjon meggyőzni arról, hogy jobb nekik, ha az orosz befolyási övezetben élek, mint ha nyugaton, vagy a nyugathoz tartoznak. És arról is, hogy meggyőzzék őket, hogy nekik nincs választásuk. Ez megint egy nagyon fontos szempont. Tehát ezeket figyelembe, mivel látszik az, hogy az orosz vezetés nem véletlenül eszkalál nagyon óvatosan, és csak a feltétlenül muszáj neki, gondoljunk csak a krími hidatért támadás után indult meg az ukrán infrastruktúrának a pusztítása. Tehát e, nyugati e, szemszögből teljesen érthető az, hogy provokálják Oroszországot azzal, hogy ilyen e, lépéseket tesznek, és ukrán részről is ez, ez a logikus lépés, hiszen a lakosságnak a harci került ezzel föl lehet szítani. Egy másik kérdés meg az, hogy, hogy ez mennyire találkozik, vagy nem találkozik az orosz célokkal, és ezt látjuk folyamatban. Egyébként hagyta tegyek hozzá egy, egy, egy információt, ami Ukrajnából érkezett, hogy a hideg szent felütötte a fejét a kolera, ami egyértelműen a, a, rossz higiéniai viszonyoknak, a szennyvíztisztás elmaradásának köszönhető. De most a szennyvíztisztó művek is elektromos árammal működnek. Tehát ez a hír, mondom, vagy igaz, vagy nem. Tehát ezt ez nem érdemes túlzással. És máskor is mert ez a hír egyébként. Pontosan, pont, tehát nem érdemes túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki, de ha most történik meg, akkor most már szerintem nagyobb az esély, hogy igaz ez a hír, mint, mint, mint korábban. Tehát, hogy itt ilyen, ilyen típusú összefüggéseket érdemes nézni, egy nagyon-nagyon komplex, nagyon összetett ö, képet látunk, és egy erőszakos, durva fellépés, ami alkalmatlan egy területen sikert okozhat, mint ez a katonai, az többi területen politikai, gazdaság és egyéb helyrehozhatatlan károkat okozhat. Tehát ez az, amit egyébként a nyugat nem lát és nem ért, ami miatt állandóan támadjuk, támadom én is, meg más szekvétő is, hogy nem a, a, a helyzethez és a problémához méltó finomsággal reagál dolgokra, hanem sokszor vaga is eszetlenül. Na hát, sok mindenről beszéltünk, és hát sok minden történik, úgyhogy izgatottan várom a következő adásunkat is. Sokuti Bálint, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, én is. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, arra kérünk mindenkit, hogy tehát, ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, lájkolják a videónkat, mert állítólag, ha lájkolják, akkor több emberhez eljut, kommenteljenek, írjanak nekünk kérdéseket a, kérdés, a www.ultrahang.tv per kérdések oldalon, Sonkuti báridnak és tudnak kérdéseket címezni, és hallgassanak továbbra is minden, minket. Szép hétvégét kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra!